fordult, valami korát kerül. Katonai objektum volt az. Hát azért nem szerettem volna katonának lenni, mint fölgyalogolni a várba. Gondolom, hogy nem sűrűn gyűjtek le. Hát, de a szegény embernek még lova se volt a kis katonának. Na. Ez a, de mikor zöld, akkor milyen gyönyörű, emlékszel? Na most kezdődülni minden. És még autó is. Várj, akkor nekünk kell figyelni. Vagy csak... De elfér. Akkor állj meg. Inti a biciklisnek incsei. Utána majd elfér ott mellett. Köszi. És mehetünk tovább. És most irány Solymosvárra. Megjelentek a gomoly felhők. Látod? Még azt el kellett volna mondani, hogy ez azért van itt annyi szőlő, mert ez már Arad-hegy alja, és a Tokaji után, vagy Tokaji mellett csak két hegy alja van Magyarországon, annyit engedélyeztek elnevezésbe is, Tokaji hegy alja, meg Arad-hegy alja, és itt van a világhírű ménesi bor. Keresztül menjünk Ménesen. Majd Kovászi meg Györög után. Györök után. Hallottál ménesi bort? Nem állom meg itt ennél a fónál, mint mondtatok. Na akkor állj meg. Fúzzál oda. Itt, de itt van, nem? Aha, én csak, hogy nem tudsz valóvá szélre húzni. De. Itt elmennek mellettünk, Dávidek.
Mi ez itt? Ja. Ezzel vagy itt nyomni. Tehát a korlát az nem volt itt. Ja, kerítés se volt, mert... Lehet gyors. És az, az a pecerály se, nézd meg abban a zászlóban. Lehet gyors, most megcsináltam. Unió zászló, meg román zászló. Látod? Lehet gyors, most csinálták. Nem most. 1-en nagyon fáj lett újítva. Látod, ahol fejsz van? Nézd itt a másik ház is, milyen szépen rendben. Itt is akinek fejsz van, látjátok, hogy elválik. Miből élhetnek itt ezek? Kőbányából. Nem tudom, bejárnak a dolgok, maradnak. És nézd oda. Honda? És emitt is építkeznek. Honda. Vagy Hyundai, vagy Honda. Ez ugyanúgy állít, semmit nem. De a kispad az megvan, Sany. Nézd meg-e. A kispad az megvan. De ezen házat semmit nem csinálok így állítani. Na, már megint mi sem. Nem, itt két óra van. Igen, akkor itt három óra van. Nem, két óra, egy óra szem. Két óra. Ez át van állítva. Ja, mondja Kristóf az előtt, hogy két óra van, mondom, akkor itt egy óra. Baloldalt nézed csak, Dávid. Látom. Sorba. De nem ez a falu, majd a következőben. Nézd. Még a lámpák is égnek. Két BMW járt az udvaron. Ezt szerintem nem is lakják, ez üres mind a kettő. De nézd oda, mennyi.
Otthon csináltok ilyet, most láttatok ilyet. 22 fokban nézünk, mint egy gyulán lehet, mutatja. 23 fok. Látod, még eddig kijárnak a villamosok. Kijártak? Nem, kijárnak, még mindig kijárnak, mert itt volt lefényképezve az újságban is. Itt van a izéje. Ez az állomása a villamosnak. És ott van arra még né. Látod, még ott van, sinek itt vannak lerakva. Mennyi sírkő, láttátok? Nem, mert sírköves van itt azért. Látod, még erre is jött a villamos. Erre is kanyarodott, meg amarra is. Innen érdemes vinni. Ez is. Ez a főútvonal, Dávid. Évén szépen megcsinálták a látszóteret. És gondoskodtuk egy vécéről is. Hol van? Ott az őt. Látod? Látod? Dombulatosan is van. Igen. Déva 131 kilométer. Magas Déva vára. Hallottál róla? Dávid? Hallottál róla Magas Déva váráról? Most találkozunk a vasúttal, amelyik megy Déva, Nagyszeben, Segesvár, Brassó, és akkor aztán Bukarest.
Márkizsákba hagyni volna, hát egy katona Mátéknek is az van, nem? Az. Tomonicska Petinek. A Tomonicska Petinek. Még olyan volt Lázár Jóskának is. Nézd, az látszik, hogy az én vasárnapon vagy. Még parkolnak. Elég rendesen. És ez milyen folyó? Nem semmi. Már érték, látod? De hogy érték, meg van hajulva. Nem baj. Napi menü. Na jó, tábor, még ürülés. Én a gyalogát kölyek, hogy jelzik most. Mm-hmm. Meg az utat. Tovább. Milyen Mercedes. Itt is egy kőbánya. De szerintem ez már nem üzemel. Ez már nem. Mint az a palota, amelynek nincs alja, mi? És Skoda mögöttünk. És hogy a Dávid átnézel a folyón, itt jobb oldalt folyik a folyó mellettünk, és átnézünk a folyón, majd mindjárt jobban rálátni. Látod azokat a hegyeket? Ez... Én majd itt mindjárt a kanyarba. Hát ott csak a szerpentén van? Ezek már a Kárpátoknak az előhegyei. Olyan túl már Kárpátok az vagy 3 milliárd évvel fiatalabb, mint ez a hegység. Itt van. Mellettünk. Mert ez itt ősi masszívum, a Zarándi hegység, a Kárpátok meg fiatal lánchegység. Tehát az még nő mindig a Kárpátok. Kladova. Lippa. Itt is nézett a Károlyak a kettőt végeté. Tényleg. Partners, annyi itt is van. Rompetrol. Nézd csak meg itt a palota. Hát ez aztán a világnak az egyik csodája. Alul nincs semmi nézőt. Alul nincs semmi, fölül meg készen van. Úgy látszik, hogy ez ilyen társbérlet, és akkor összevesztem. Panzione Belvedere, kilátó panzió. Mit lát innen ki? Itt a csacsikat. De hova lát innen ki? Hát semmi, a vasútra, meg a... Politi. A Dacia. Ott a Tápláhegy fölött. Kamionok, nézd, parkolnak. Hát, ja, nemzeti ünnep is van. Hát a húsvét olyan, jaj. Itt nagyon nagy ünnep. Adri? Írjál neki SMS-t, ne tegyétek fel. Jó, én írom neki SMS-t. Mondjad, hiszti, vége. Meg itt vagyunk. Itt a írunk én is neki, már írtam neki. Na. Örökös telefonálgatás, hogy nem adjátok abba.
menni Lippára. És ez itt Radna, Mária Radna. Ez a falon, mi most járunk, és itt a bazilika. A következő falu meg Solymos. Oda menjünk. Hány falu van még hátra? Semmi, ez egy város most már. Itt a bazilika. Ide nem menjünk be, mert ti úgyis állandóan papok között vagy, úgyhogy eleged lehet belőlük. Itt nekem is. Volt. Tessék? Elég baj az. Ott a politiér szemben. Még mindig ott körbe van állványozva. Ebben voltál? Igen. Mi se van? Hát nagy mi se van. Hát tudod, hogy ilyenkor... Új lépcsőt építettek után. Igen? Majd készen lesz. Hát elég lassan épül. Meg uniós pénzből épül az is. Adótornyok. És nézzé csak szembe, Dávid! Ott a várszembe lássátok. De majd mikor fölöttünk lesz, és majd ránk dől. Olyan magasságban. És oda föl kell, hogy egyen a fene bennünket valahogy. Hát olyan meredek, mint ahogy jöttünk le fel a másik vártól. Na, az a meredekség. Végül a súlynak fiatalok. Amúgy... szokosan. Ja. Napelemek vannak a házakon. És mindjárt megérkezünk. Ez kőfaj? Rondos. Na, innen látni szépen várat. Lássátok? A jobb állapot. Látod? Kockarályom. Előre nézzél. Előre nézem. Látod a várat? Na, ennek a várnak már nagy jelentősége volt. Itt királynők is laktak. Gizella? Vagy milyen királynő? Valamelyik. Valamelyik. Milyen foglalták? Törökök, Dózsa. Ajjaj, igen, először Dózsa foglalt el. Előttünk meg itt tornyosul a Solymosi vár. Na, ott kell felmenni, lássátok adon. Látod, hogy menjünk fel? Aha. Hát, sajnálom magam. Lehet, hogy itt a parkoló tele van. Azt hagyjuk, akkor még visszagyűjünk ide. Valahol beállunk ide. Tele is van. De lehet, hogy van hely. Álljám, csak menj. Na, indulunk. Kristóf. Nekem kell egy kis bot. Vizet, Dávid, hozzá vizet. Egy háti zsákba. Úgy hozzá, hogy lesz vagy két óra hossz, amire vissza kerülünk. Dehogy lesz kettő. Mit? Dehogy lesz kettő. Köszönöm már.
Rá lesz szándvics. Most teszel? Hol van a táskád? Hogyha lejöttem. Hol van a botom? Nekem kell a botom. Timi kell. Akkor hordjad magad. Na hát, hogy jön a teherben, ott mi? Nézd meg, a maros meg van áradva egy kicsit. Hogy a picsába mentek azok oda? Hát gondolom a másik oldalon. Hát én tudom, hogy hogy kell bemenni. Ide jön a kocka rájön, nem mennek a nagy oldalon. Gyere, hogy halljuk is. Solymosvárában. Solymosvárában vagyok. Ott a bejárat. Kapu. Thank you.
Na, meg a többieket is. Most jönnek kifele. Látod? Akkor csak van valami lépcső is ott. Igen, ott van, nem csak már fordoszlaugrat. Lefelé nehezebb menni, mint fölfele. Thank you.
ebben nem is férhetünk már ebbe a bárba. A bárvédők nem voltak ennyien. Aha. Mint ahányan most itt vagyunk. Nem? Nem. Még itt is, erre is. Pockerájom. Pocok. Hogy tetszik? Jó. Jó. Nem hallom. Nagyon jó. Forgalmi dugó. Na. Ez meg mi volt? Ez a várnak a külső fala. Kristóf várja. Hallod, most már megindulunk lefele, tudod, hogy kell menni, nem? Oldalasan. Úgyhogy lábod ne csúszson meg. Így van, bottal rátart, az nézd, ezek meg mennek, mint a golyó. Majd aztán gatyaféken mennek tovább. Te! Ezek nem jó helyen mennek.